A második versenynapon a csapatokra ismét 211 km várt, egészen pontosan az előző napi első szakaszon mérték össze az erejüket, csak most fordítva, tehát az előző nap céljából rajtoltak el egészen a rajtig. Szalai Balázsik a hatodik helyen rajtoltak el, és a szakasz elején sikerült megelőzniük az előttük rajtoló versenyzőt. Később viszont eltévedtek a pályán, így visszaelőzték őket, és közel egy órán keresztül autóztak, mire sikerült őket ismét megközelíteni. Ekkor viszont megint eltévedtek egy kicsit, így eltávolodtak egymástól. A szakasz vége felé viszont megint csak lassan tudtak jönni az Opel Grandland X-el. Az a baj, hogy ez egy ilyen segédtank, tehát nem a rendes tankja az autónak, mert az nem érkezett időben, mert úgyhogy nem abban jöttünk. És ez egy kisebb homológ tank egyébként, körülbelül 170 liter, de szerintem csak 140 egyébként a valóságban. Úgyhogy ezért az a baj, amikor már nagyon kevés van benne, akkor nagyon könnyen ellőttjen, hiszen a jobb oldalon van a benzin kifolyása, és amikor egy bal kanyar van, akkor a üzemanyag átmegy a másik oldal, és egyszerűen nem kap a kifolyó üzemanyagot, emiatt minden bal kanyarban megállt az autó. Tapsal és újongással fogadták a szerelők és a csapattagok a célban Szalai Balást és navigátorát Bunkóczi Lászlót, de akiknek végül nem sikerült előrelépniük a célba érkezésig a 211 km alatt, így a hetedik helyen zárták a harmadik versenynapot. Bunkóczi László a célban még harcolt a versenyszervezőivel is. 40 percre írták el az időnket. Milyen volt a mai megfelelés? Odafigyelős. 2-3 nyomróval lejövetelünk volt, de borzasztó idegesítő úgy menni, hogy már nincs benzinünk. Az utolsó 30 kilométeren már rángatott nagyon, úgyhogy Balázs már jobbra nem is fordultunk, csak próbáltunk egyenesen menni. De hát itt vagyunk a célban, szerintem ez egy jó idő, de az elejétől nem kaptunk már rettentő sokat, szerintem ők is kavarogtak sokat, meg sok tévedés lehetett benne. Ezért így ez jobban néz ki, hogy fél órával bejebb vagyunk. A Saudi Yazir Zaidan kizárásával Szalai Balázsék néhány órával később egyet előre ugrottak a végeredményben, és hatodikként zárták a 2019-es Jordan Rallyt. Amikor idejöttünk, akkor is azt gondoltam, hogy a hatodik hely a legjobb, amit elérhetünk, hiszen ez a 4 Mini és a gyári Peugeot, ez azért nekünk egyelőre még verhetetlen, bár bármi történhetett volna velük is. De azt nem tudtuk volna megverni. A nyolcadik utolsó portugál futam előtt a 2019-es Sprint Terep Rally Világkupa bajnokságban rendkívül szoros az állás. Vladimir Vasiljev már csak egy ponttal vezet Orlando Terranova előtt, és a lengyel Minis is felzárkózott három pontra.